Akkor Mózes első könyvének a 11. fejezetének a végét szeretném, hogy olvassuk. Mózes első könyve 11. fejezete 26. verstől igazából ott kezdődik Ábrahám története. Bár amikor a gyerekeknek mondják a történetet, sőt, amikor szerintem valakit megkérdezünk, hogy mondja el, hogy, hol kezdődött és hogyan kezdődött el Ábrahám története, nem azt szokták mondani. Mert ugye a mi fejünkben is általában az marad meg, amit a gyermekbibliába leírtak, és nem az egész történet van a fejünkben sokszor, de mégiscsak itt kezdődik Ábrahám története, Mózes első könyve 11. fejezetének a 26. versében, ahol a következőket olvassuk. Amikor Tárej 70 éves volt, Abrahámot, Náhort és Háránt nemzette. Ez Tárej nemzetsége. Tárej nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt még apja életében a szülőföldjén Úr-Kaszdimban. Abrám és Náhor feleséget vettek maguknak. Abrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Milká volt a neve, ő Háránnak, Milka apjának és Iszka apjának volt a leánya. Száraj azonban meddő volt, nem volt gyermeke. Tárej fogta fiát, Abrámot, és Lótot, fiának Háránnak a fiát, és menyét Szárajt, fiának Abrámnak a feleségét, és elindult velük Úr-Kaszdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Tárej 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Na, így kezdődik valójában Ábrahám története. Egy tragédiával. Az előzmények azok egyébként, hogy az özönvíz óta úgy nagyjából 300 év telt el. Közben volt egy toronyépítés, ez a bábeli toronynak az építése volt, és amikor ugye ez lesz a házi feladat, megnézzük a felsorolást a 11. fejezetben, hogy ki meddig élt, és összerakjuk a számokat, akkor arra jutottunk, hogy amikor Abrám megszületett, Sém még élt. Aki ugye Noé fia volt, ott volt a bárkában. Ugye nem biztos, hogy Abrám és Sém tudtak volna egymással beszélgetni, meg mondtam, közben jött a bábeli toronynak a története. Nem biztos, hogy megértették egymást, de az ősök még éltek a Biblia szerint. És Úr-Kaszdimban lakott ez a család, ami a mai Dél-Irakban volt. Dél-Irakban a legnagyobb város ez volt, Úr-Kaszdim. Az 1920-as években rengeteg ásutás történt ott, megtalálták a várost, kiderült, hogy elég nagy házak voltak ott, 8-9-10 szobás házak is voltak ott, iskola is volt, találtak táblákat is, és tudják nagyjából, hogy a gyerekek mit tanultak az iskolában, írást, olvasást, kis történelmet, kis vallásismeretet. És ezért érdekes az, hogy az ősök még éltek, mert az azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy bármikor ott Irak-Irán térségében találnak még régi maradványokat, írott forrásokat, amelyek valami özönvízről szólnak akár. Ha valaki hallott már a Gilgames eposzról, akkor tudja, hogy az onnan származik, és valami hasonló történet van benne. Hát ez teljesen logikus, a Biblia azt mondja. Csak hogy a Gilgames eposz teljesen máshogy írja le a történetet. Hát azon sem csodálkozunk, mert ugye, ha igaza van a Bibliának, és mi mégiscsak abból indulunk ki, és összekeveredtek a nyelvek, akkor csak egy szál volt, ugye, amely tudta az igazi történetet, Meg is tudtam kérdezni egyébként az ősöktől, a többiek meg hát valahogy lehet, hogy csavartak egyet, kettőt, hármat rajta. Tehát ezzel nem csodálkozunk,
hogy ott a közel-keleten más ilyen történetek is vannak, mi rakaszkodunk hozzá, hogy az a történet, amely összeáll, ha évszázadokból összeszedjük az írásokat és megnézzük összefüggésében, akkor a Biblia története az, amely egységre, egységgé áll össze. Ha onnan tudjuk, hogy ez az igazi történet. Ez az új szövetségnek a további részének, meg az új szövetségnek a gyökere. Ide nyúlik vissza. Úr Kaszdimban élt ez a család. Mondom, nem akármilyen város volt. Fejlett város volt. Viszont nem a Biblia Istenét imádták ott, vagy nem csak a Biblia Istenét imádták ott, hanem a napistent is, meg a holtistent is, meg sok minden más. És az első dolog, amit tudni kell Abrám életéről, az igazában az, hogy a családban történt egy nagy tragédia. A 28. versben olvasjuk, Hárán meghalt, és akkor az újfordítás azt mondja, még apja életében, a szülőföldjén, Úr Kaszdimban. Az eredeti szöveg azt mondja, és a Károli fordítás is így adja vissza, apja színe előtt halt meg Hárán. Tehát Tárénak volt három fia, és az egyik meghalt a szeme láttára. Nem tudjuk, hogy három lehetőség van, vagy betegség, vagy baleset, vagy büntetés. Ez a három lehetőség van, de nem tudjuk. A Biblia nem tartotta fontosnak, hogy azt is tudjuk. A lényeg az, hogy ott kezdődik a történet. Abrám testvére meghal. És annak van még egy fia, Lót. És talán el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent egy családra nézve. Amikor meghal egy gyerek. Ez óriási csapás. És több lehetőség van ilyenkor. Lehet, hogy a szülő depressziósá válik. Nem tudja feldolgozni. Az is lehet, hogy ugye becsben tartja a gyermekének az emlékét. És lehet, hogy többet beszél a halott gyerekről, mint az élő gyerekekkel. És lehet, hogy az élő gyerekek meg úgy gondolják, hogy valami fontosabb is volt az a gyerek, aki meghalt. Édesapám szemében fontosabb volt az a testvér, aki meghalt, mint én, aki még itt vagyok. De mit csinál egy család ilyenkor? És Tári fogja a családját, és kimegy a városból. Nem akar ott megmaradni. Talán el is tudjuk fogadni, talán el is tudjuk képzelni, hogy miért. Ott, abban a városban halt meg az egyik fia. Nem akar ott maradni, hanem el akar menni. Hátat fordít a városnak, és volt egy nagy út, úgy nagyjából észak-nyugat fele. Az Eufrat úr város az Eufratész mellett volt, és az Eufratész folyó mellett volt és van mind a mai napig egy nagy és hosszú út. Egészen Irak déli csúcsáról, Törökország fele, aztán van egy-két kanyar. Nagyon jó gyülekezeti kirándulás lenne, ha nem lenne olyan problémás ez a terület. Mondom, ez az út mind a mai napig megvan, most már aszfaltozva is. Lehetne oda repülni Úrba, vagy legalább a környékére, autóbusszal az Eufratész mellett fölmenni, menni, aztán Szírián keresztül, lefele, Szentföldre, egészen le, Egyiptomba, Ábrám útját. Hát ha valamikor lesz világbéke, akkor szerintem érdemes egyszer azt közösen megnézni, mert nagyon szép, abban biztos vagyok. De ez volt Tárénak az útja. Szó szerint hátat fordított a városnak, és a nagy nemzetközi útvonalon ment elfele. Igazából az új fordítás azt mondja, hogy elment, hogy Kánaán földjére menjen, ugye ez kicsit úgy tűnik, mintha az lenne a cél. A Biblia eredeti szövege azt egy kicsit, hogyan mondjam, másképp mondja, talán úgy lehet ezt jobban megfogalmazni, hogy ő Kánaán felé ment. Arra fele ment az a nagy út.
ki a birodalomból, el a várostól, éjszaknak, 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 és az ember ott maradt az úton, és követi a kanyart, akkor valamikor Kánaán földjén köt ki. De mondom, nem az volt a cél, ez volt az irány. Az irány az az volt, hogy ki abból a városból, ahol a tragédia történt. Mintha, ugye, ez segít. Ha nem vagyok ott, ahol a gyerekem meghalt. Nem segít. Ahogy az se segít, hogy megszületik egy következő gyerek. Ugye én tudom mondani. Az élő gyerek nem helyettesíti a halott gyereket. Ez nem így van. Az az űr a szülő szívében meg is marad. Tehát igazából, amit Tári csinál, az nem megoldás. Ez igazából csak menekvés. Értjük a helyzetet, nagyon emberi, csak hogy ez volt-e a legjobb ötlet? Talán nem. És valahogy lehet, hogy Abrám is úgy érezte, hogy az édesapja csak menekül. De igazából nem igazi megoldást keres. Mert ugye szó szerint azt mondja a Biblia, hogy 31. versben Táré fogta a fiát, és Lótot, és Szárajt, és elindult velük. És ez szó szerint így van. Ugye, amikor a kisgyerek nem akar oda menni, ahova mi szeretnénk menni. Mit csinálunk? Ugye, megfogjuk a felkarjánást, akkor gyere, gyere, erre fele. Nem a csokoláde felé, most már a kassza felé megyünk. És ezt csinálja Táré. Ő fogja, szó szerint, ő fogja a fiát. Valahogy abban benne van az, hogy Abrám nem nagyon akarja elhagyni azt a várost. Lehet, hogy jól érezte magát. Lehet, hogy volt elfoglaltsága. Ő ott született valószínűleg. Ő ott el volt, igaz. Ott halt meg a testvére, de azért lehet azt talán másképp is feldolgozni. De Táré, édesapja azt mondja, nem, megyünk. Gyere, gyere, hát nincs harmadik kezed, gyere te is. És megyünk. Fogja Abrámot a feleségével, és fogja Lótot, ugye, az unokáját. És azt mondja, megyünk. És mentek. Ugye Ábrahám személyiségére nézve ez egy érdekes dolog. Hogy Ábrahám nem az a típus, aki szívesen elmegy ezek szerint. Vagy aki szívesen elmenekül. Ábrahám ott akart maradni. Majd következő alkalommal látjuk, hogy majd lesz egy kis változás Ábrahám személyiségében. De itt Ábrahám nem akar elmenni. Az apja azt akarja, hogy menjenek. És mennek. És akkor valamikor eljön az a pillanat, amikor véglegesen el kell dönteni, hogy merre. Mentek az úton, az Eufratész mellett, északnak, még tovább, még tovább, még tovább. És amikor oda érkeztek, ahol nagyjából ma a szír-török határ van, akkor volt egy elágazás. A nagy út tovább ment Szíria fele, aztán lefele, a Szentföld fele, és volt egy elágazás Harrán felé. Ugye a fordításunk a város nevét ugyanúgy fordítja, mint Táré fiának a nevét, de igazából ez két teljesen különböző név. A fia neve az volt, hogy Hárán, a város neve az volt, hogy Harran. Nem ugyanaz. Csak ugye ezek a torok hangok meg. Nem annyira jön ki jól magyarul, ezért hogy úgy írták le, hogy ki is tudják ejteni, de érteni kell, hogy más. Neki más volt a hangzása. Ami ugye, ott van az a város. Onnan jött.
És a város lakókról talán érdemes tudni, hogy ugye aki vidéken nőtt föl, és egy idő után látja, hogy a falunak nincs jövője, az lehet, hogy szívesen menekül egy városba. Akár a fővárosba. De fordítva, aki egyszer felnőtt városban, és ott egyszer jól érzi magát, az nagyon nehezen szakad el a várostól. Van egy-két ilyen család itt a megyében, akik igazából a fővárosból jöttek, és most egy kis faluba költöztek, de lehet érezni rajtuk, hogy de milyen a faluba élnek. Van még egy lakás Budapesten, és ha valamire szükség van, akkor beugrunk az autóba. A falusi az falusi. Talán még akkor is, ha a fővárosba költözik, és akkor lehet, hogy visszavágyik. Milyen jó volt otthon valamikor. És a városi az városi. És nagyon ritka ez az eset, amikor egy igazi város lakóból egy igazi pásztor vagy mezőgazda lesz. Tárré ugye elmenekült a városból. Nomád életet kezdett folytani, mert meghalt a fia. El tudjuk képzelni. Aztán ki tudja, hogy hány hónapig, évig ment a nyáj után, kereste a helyét, és egyszer csak ott van az útkereszteződésen a jelzés, arrafele pásztor élet, arrafele város. Hát most el kell önteni. És Tári a városba költözik. Majd látni fogjuk, hogy valahogy ez egy családi vonás ebben a családban. Ugye ezért beszélek ide részletesen néhány versről, mert meg fogjuk látni majd a következő történetekben, hogy ezek a dolgok benne vannak a családban. A lót is lesz olyan. Olyan pásztor életet él, sőt, még bérese is vannak, aztán egyszer csak egy városban találja magát. Majd látni fogjuk néhány fejezettel odébb. Egy darabig elszakadt a városi életből, aztán mégiscsak visszavágyik a városba. Ugye, majd Ábrahám az, aki nem. Ábrahám az, aki nem. Ugye Ábrahámnak elhívása volt az Istentől. Tári egyszerűen visszaköltözik a városba. Egy másik városba. És ott el is van, úgymond. És úgy zárul le ez a rész, hogy Tári 205 éves volt, amikor meghalt Harránban. És ha ezt a számot komolyan vesszük, akkor kiderül, hogy Tári még él, amikor Abrám tovább vonul. Sőt, Tári 2 évvel korábban hal meg, mint Szárai, Abrám felesége. Egy másik hagyomány kicsit belenyúlt a szövegbe, és azt mondta, hogy de hát valahogy logikusabb lenne, mert ugye azt nagyon szeretjük, valahogy logikusabb lenne, hogy Abrám azért ment tovább, mert meghalt az apja is, és Isten szólt is. És majd az új szövetségben találunk erre utalást. Mert az egyik hagyomány szerint így, a másik hagyomány szerint úgy. De valahogy, ha megnézzük a történetet úgy egységként, akkor valahogy jobban jön ki az, hogy mennyire erős az Isten hívása, ha abból indulunk ki, hogy amit itt nekünk a szöveg leír, az az igazi. Amikor még Ur-Kasdímba laktak, Abrám lehet, hogy el volt, igaz, meghalt a testvére, valahogy a unokatestvérről is gondoskodni kéne, de hát, hogy hagyjuk el a várost.
hát én itt el vagyok, apu, nem kell az nekem, van itt nekem minden, van itt mozi is, meg iskola, meg a gyerekek, meg az unokák, meg mi lesz velünk, meg Tári azt mondja, nem megyünk. És költöznek a következő városba. Sokkal később. A nagy változás az lenne, és ezért gondolom, hogy az az igazi, hogy amikor Isten szól, vagy a 12. fejezet elején, hogy, hogy Ábrahám annak ellenére, hogy neki mi a kényelmes, mert mit szokott meg, én csak városi vagyok, hogy Ábrahám annak ellenére is mondja, de hát ha Isten mondja, akkor nekem mennem kell. Valahogy nekem ez az összefüggésben logikusabb. Mivel Ábrahám miután egyszer elhagyta Harránt, életébe soha nem lett újra a városlakó, hanem követte az Isten útmutatását. Nekem oda kell mennem, ahova Isten engem küld. Ezért akartam ezzel elkezdeni a történetet. Soha senki nem mondja azt, főleg hívő ember nem mondja azt, hogy hát én csak ilyen vagyok. Én már csak ilyen vagyok. Kutyából nem lesz szalona, falusi emberből nem lesz. Valaki nemrég azt mondta nekem, amikor én arról beszéltem, hogy milyen fontos, hogy egy gyülekezetnek legyen saját óvodája, iskolája, akkor az illető azt mondta, hogy hát, de a kis lépésekbe kell gondolkodni. Tehát először mindenki a saját helyén világítson. Mondom, ez az igaz? Persze, mindenki a saját helyén világítson, de annak mi a célja? A célja az, hogy minél több ember legyen követője a Krisztusnak, nem? És ezt kívánjuk a gyerekeinknek is, nem? Hogy olyan környezetben növekedjenek föl, és olyan emberektől kapjanak tanítást, akik szintén az Úr Jézus követői. Ja, hát, de maradjunk a kis lépéseknél. Persze, érteném, mert az soha nem fog fájni. Mindig lehet azt mondani, hogy nem, ez már sok. Nem, most már maradjon az, ami van. Soha senki nem mondja, hogy én már csak ilyen vagyok. Ha hallod az Isten hangját, és ő kér tőled valamit, akkor többé nem mondhatod azt, hogy hát, Uram, tudod, te városinak teremtettél engem, tehát belőlem soha nem lesz pásztor. Ha Isten azt mondja, hogy menni, akkor menni kell. Ugye majd később lesz még ez-két ilyen történet. Mózes, ugye, aki a királyi udvarnál nőtt föl. És mi lett belőle? Pásztor. Ha Isten mond neked valamit, olvasod a Bibliát, és egyszer csak kiugrik egy üzenet a Bibliából feléd, és érzed, tudod, hogy Isten szól, akkor Isten meg fog adni mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. Van olyan ember, aki Hollandiába született, és egy mukkot se tudott magyarul, és Isten azt mondja, hogy nem mit, van egy szép hely, ott tolnám egy éven, mit szólsz? Nem így volt teljesen. Ja, lépésről lépésre történt az egész. De most is mondom, a legtöbb szomszédom arra vágyik, hogy legalább Budapestre költözhessen, vagy még inkább Németországba, vagy Hollandiába, de fordítva. Nem is értik azt a sok holland nyugdíjast, aki ide költözik, persze az ő nyugdíjába könnyű. Tehát ha Isten egyszer ezt mondja, én fenntartok egy helyet neked. Van olyan űr a világon, amit csak te tölthetsz be. Akkor az a legjobb hely a világon.
akkor ott kell lenned. Akkor ott lesz az áldás. Majd az áldásokról a következő alkalommal fogunk beszélni. Most értitek? Milyen kép volt a fejünkben Ábrahámról, amikor én elkezdtem? Ugye mindenki egy pásztorra gondol. Na az van a fejünkben. Hát Ábrahám egy pásztor. Aztán remélem, hogy legalább annyit sikerült módosítani ezt a képet, hogy Ábrahám nem pásztornak született. Ábrahám egy városlakó volt. Mondjuk egy testi. Nyolckerből. Meghalt a testvére. Borzasztó. De akkor is a város csak város. És az apja elhurcolta az egyik városból a másik városba. És akkor egyszer csak egy napon Isten is beleszól az életébe. A szabad így mondanom, nem az édesapja, hanem a mennyei édesatya kihurcolja Ábrahámot a következő városból. Hogy ő betöltse azt a szerepet, amit Isten neki szánt. Hogy betöltse azt a szerepet, ami ugye alapvetően fontos, hogy megmaradjon egy olyan kör, egy olyan közösség, ahol még ismerik az egyigaz Istent, ahol tiszteletben tartják az igét, ahol még várják azt a fiút, akit Isten ígért a kígyónak, aki majd laposra taposra a kígyó fejét, ugye? Rossz hír a kígyónak, jó hír az emberiségnek. Így kezdődött Ábrahám története. Amen.